Jó napot kívánok, kedves nézőink! Elmúlt adásunkban meglehetős szenvedélyességgel leszámoltunk az atomkorszakkal. Ezzel lezártuk az energiaforrások témáját, hogy most áttérjünk egy új erőforrásra, az oktatásra. Beszélgető társaink, mint korábban is, Balogh János akadémikus, ökológus professzor és Szabados György. Most először az etikustól kérdezem, hogy ő miben látja az oktatás lényegét? Változnak az idők, változnak a korok. Ma, amikor már 5 milliárd ember él a Földön, akkor tudomásul kell vennünk, hogy egymástól kell tanulnunk. Én most egy számunkra messzi kultúrából, ennek a kultúrának egy nagy gondolkodójától idéznék egy mondatot, Konfuciusztól, aki azt mondta, hogy a tudás nem más, mint világ és ember ismeret. Többször említettem, vagy hivatkoztam a régi korokra. Muszáj rájuk hivatkozni, mert nem csak horizontálisan, hanem az időben is, vertikálisan is tanulnunk kell, és folyton tanulnunk kell. A régiek nagyon is pontosan tudták, hogy a világ és a világ mindenkori jelen jövője azon áll, hogy milyen tudással élünk, és milyen tudás révén tudjuk fenntartani a mi kis világunkat. Például a kínaiak a nemes embert igyekeztek kinevelni a iskoláikban. A ózsidó iskolák pedagógiai rendszere a türelmes, hithű patriarchát célozta. Az egyiptomiak papokat neveltek. A klasszikus Európa pedig a keresztény embereszményt próbált az iskoláiban ápolni, nevelni. Én fölteszem a kérdést ezek után. A mikorunk iskolái tudják-e, hogy kiket mivé akarnak nevelni? Vajon van-e olyan embereszmény ma, amit megcéloz nem csak Magyarországon, de a mostani civilizációban az oktatás. És az a gyanú, hogy nincs. Ma teljesen a politikai érdek játszmák improvizativitása uralja az oktatást eme célzatosság vonatkozásában. Majdhogy nem mindenki úgy tanul, ahogy tud. És mindenki annak ellenére, hogy vannak különböző elképzelések, de mégis mindenki úgy tanít, ahogy tud, ahogy a saját gondolkodása vezérli. Márpedig egy olyan világban élünk, hiszen ökológiai beszélgetést folytatunk, amely világ tüneteiben az ökológia kapcsán tetten érhető drámai helyzetben mérhető le, hogy az emberi tudás lehanyatlott. Az ember nem képes arra, hogy uralja azt a terepet, ami az ő kezébe adatott, hogy ezt tartsa fent, azon a szinten, egy olyan méltó szinten, ami maga a természet, mint a dolog egyik oldala, és az az ember, aki azzal van megverve, hogy ne csak részt vegyen ebben a folyamatban, hanem bele is kell valamilyen módon avatkozni, hiszen a gondolkodása az cselekvésre kényszeríti, és a cselekvés az pedig beavatkozást jelent az élet folyamataiban. Ha jól tudom, erre egy megfelelő idézetet is talált egy írásban. A sok globális probléma megoldása nem annyira az emberiség megbékélésétől, a természet megóvásától, vagy a technika minduntalan újrakövetelt ökoszemléletűvé alakításától várható, hanem inkább egy olyasfajta, végső soron mesterséges faj megteremtésétől, amely mentes az emberre jelenleg jellemző biológiai sajátosságoktól. Az ember így módon hiányzó látszemmé degradálódik az általa kezdeményezett másodlagos evolúció szemszögéből, amely a gépet avatja eszményképpé, és alsóbbrendűvé nyilvánítja az ember természetét. A kabala művelői és az alkimisták Istenhez akartak hasonlatossá válni. A vége felé járó modern kor embere viszont a saját teremtményeihez, a gépekhez hajt hasonló. Ha az innováció sebessége továbbra is a jelenlegi ütemben gyorsul,
akkor a 21. század embere tényleg ama választás elé kerül, hogy homo kiber sapiensként a saját evolúciós utódává alakul át, vagy kritikusan dolgozza fel az istenek és gépek iránti irigységet, és tudatosan úgy dönt, hogy az marad és az lesz ami, biológiailag egyedülálló lény, ember az összes jellemző sajátságával és gyengeségével, elfogultságával és erényével, sírva és nevetve, szeretve és az életet élvezve. Itt most átadnám a szót az ökológusnak, hogy ő mit szól ehhez az idézethez. Megborzadok tőle, hogy hallom én ezt. Itt hallom először, és hát csak úgy tudok rá reagálni elsőnek, hogy engem az az ember érdekel, amely megszületik az édesanyjától és mindenféle géptől és hasonló oktatási segédeszköztől mentesen csak egyszerűen ember. Az igazi oktatási problémák szerintem abból adódnak, hogy több mint 5 milliárdan vagyunk most már ilyenek, és az elmúlt 30 évben a tudománynak az ismeretanyaga megszázszorozódott, és az oktatásnak a mindennapi válsága az, hogy százszor annyi anyagból kell kiválogatni azt az optimumot, amit hát okítani kellene. És az optimum maximumnak sikerül. Mindenhol, minden oktatási rendszer túlterhelt. Az oktatás másik, első helyen fontos feladat a nevelést szinte elfelejti. És a gondolatok ütközése ott kezdődik, szerintem, hogy nekünk elsősorban nevelnünk kellene. A nevelés és az oktatás kezdete az közösségi munka. Kezdődik a családban. Az édesanyja kezdi. Aztán folytatódik az iskolában. A tanító, a tanár, a pap végzi tovább. És ezt az oktatási formát követi most egy óriási jelentőségű új, a médiának az oktatása. Csak hogy a média, mint oktató rendszer, az nem közösség. Csodálatosan megtanulnak a gyerekeink a médiából hibátlan kifejezéseket. Kis felnőttek beszélnek 5 évesen. Ez viszont amennyire öröm, ugyanannyira aggasztó is. Azon kell gondolkoznunk, hogy az utca olyan fiatalokkal van tele, akiknek a fülén van a fejhallgató, hallgatják a kedvenc zenéjüket, ezzel eddig egyetértek. Nem értek egyet azzal, hogy ez a fiatal a fülhallgatóval azt demonstrálja, hogy ő kizárja magát abból a közösségből, amelyikben benne él, nem fogadja el, ő egyén akar lenni közösség nélkül. Az lenne az oktatás legfontosabb általános feladat, hogy ezt az egyént kézen fogja, rábeszélje, hogy vegye le a fülhallgatót, csak akkor tegye fel, ha éppen zenét akar hallgatni, és legyen újra közösségi ember, és nevelődjön és tanuljon ebben a közösségben, de a médiák segítségével. Hát igen, mert a média az végül is nem tud egy közösséget összehozni. Mindenki önmaga áll szemben a televízióval, vagy a rádióval, amikor nézi, illetve hallgatja. Viszont a média tud valamit, amit a világ legtökéletesebb iskolája se tudja. Óriási technikai felszerelése van, a számítógépek segítségével és más technikai segítséggel az világ egész tudását koncentrálni tudja, kiválogatni a legfontosabbat, le tudja kötni a fiatalt, és olyasmire tudja megtanítani, amit az iskolába már nem tud megtanulni. A már és a még összekötése, ez lenne a legfontosabb oktatási feladat most a médiák segítségével. Itt az oktatás kapcsán többféle funkciót hallottunk, az információ közlés, illetve az információ megtanítása, a nevelés, vagy a gondolkodni tanítás. Melyik az elsődleges az etikus szerint? Amit idéztem Konfuciusztól, abban minden benne van. Még egyszer elmondom. A tudás nem más, mint világ és emberismeret. Na most, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az a mérhetetlen mennyiségű információ, tudásmennyiség, amit a professzor említett, amiben különbözik a mai korábbi kortól, tehát a tudásnak a mennyiségében különbözik, nem a minőségében.
A baj ott kezdődik, hogy ezt a mennyiséget nem dolgozta még föl igazán az ember. Ezt minőségivé kell tenni. Már elkezdődött ez a folyamat. Hogy csak egy példát említsek, több olyan anyagot olvastam, amelyben az atomfizikusok, illetve a kvantummechanikusok azzal foglalkoznak, hogy a régi védikus és buddhista tanítások hogyan tartalmazzák azokat a felismeréseket gondolatilag, amelyeket a mai kor modern fizikája, elméleti fizikája szinte leellenőrzött, bár nem azonosította ezekkel a régi tudásokkal és írásokkal. Most kiderül, hogy ezek a dolgok egymásnak megfelelnek, vagyis a régi ember, és azt hiszem a mai ember is képes lenne erre, el tudja végezni azt a műveletet, amit a mennyiségből minőségre való átlépésként szoktunk említeni, vagyis le kell vonni a konzekvenciákat. És a konzekvenciák nem mások, mint a régi ember gondolkodása, tapasztalatai és eredményei. Egyszerűen arról van szó, hogy vannak olyan törvények, amely törvények időtlenek. Ezeket az időtlen törvényeket hagyta el az ember a modern korban. Ezekhez a törvényekhez vissza kell térni. Ez kettős vonatkozású. Egyrészt a világ, a természet törvényei, másrészt pedig a világ, a kozmikus, az egész világban részként jelenlévő ember, emberi törvényei, tulajdonságai, lélektani törvények. Ugye? Amit ugyanúgy el kell sajátítani, a kettőt egymással viszonyba kell újrahozni, mint ahogy ez a viszony létezik is, csak mi nem eszerint gondolkodunk és próbáljuk a dolgainkat intézni. Ezt újra el kell végezni, ezt a folyamatot. Ez elkerülhetetlen folyamat, mert hiszen már az előző adásban az atommal kapcsolatosan kiderült, hogy éppen azért nem tudtunk az atommal mit kezdeni, mert nem voltunk azon a magaslaton, hogy ezt a dolgot kellően értékeljük, lássuk, és eszerint tudjunk cselekedni, megítélni. Tehát ezt az iskoláknak, ezt a kettős vonatkozást kell elsajátítani, és ebben együtt van etika, együtt van gondolat, természetesen úgy, hogy tudnunk kell azt, hogy minden kisgyermek adottságaiban készen születik, de a tudata az tiszta lap. Arra azt írunk rá, ami neki tanítani tudunk, és tanítanunk kell. Ez egy mélyen erkölcsi felelősség, ez a oktatás felelőssége, de ez egyben az egész társadalom felelőssége, hiszen akkor van élet, és akkor van jövő, hogyha a jelen felfogja, hogy a jövő az olyan lesz, amilyennek ő maga ezt felépíti. Mondhatjuk azt, hogyha ezt meg tudjuk valósítani, amit itt az előbb az etikus elmondott, akkor megvalósul az, ami a címben foglaltatik, mármint hogy az oktatás a legfontosabb erőforrás. Mindenképpen, de miután az előbb a legmagasabb összefüggéseit hallottuk ennek a kérdésnek, hadd emlékeztessek a legelemibbre. Arra a gyermekre, amelyik bemegy az iskolába, az vár, hogy megtanuljon dolgozni, erről nagyon kevés szó esik, megtanulja azt, hogy neki van egy feladata az életbe, azt a feladatot neki el kell végezni és meg kell szeretni. Nem csak azt kell elmondani neki szeptember 1-én, hogy de nehéz az iskolatáska, hanem azt is, hogy de nagy örömöt jelent számodra, ha elmész az iskolába, és ott olyan kapcsolatokat szerzel. Vagyis mi lehetne a mai kor embereszménye az oktatás vonatkozásában? A fenntartó ember. Érzésem szerint, megítélésem szerint a fenntartható fejlődés érdekében, mint az egyetlen lehetséges alternatíva érdekében, az oktatásnak a fenntartó embert kellene, hasonlóképpen a régi korok embereszményéhez, ennek a kornak talán ez lehetne az embereszménye, amit ki kell alakítani, fejleszteni, tanítani az iskolában. Talán a fenntartó ember lesz majd az, amely hozzásegít bennünket ahhoz, hogy elkerüljük az emberiség három nagy szakadékát, amelyről következő adásunkban fogunk majd beszélni. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!